mai műsorunk tartalmából. Prokultúra Újbudán Aranyosi György grafikus és Závudi Gábor zeneszerző kaptak elismerést. Ciszter ünnep, a rend alapítására emlékeztek a Szent Imre plébánia templomban. A bort is megünnepelték, Szent Vince szobránál kértek áldást az idei termésre a borlovagok. Január 22-én a Magyar Kultúra Napján a B32 Galéria és Kultúrtérben Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője és Hoffmann Tamás polgármester adták át a Prokultúra Újbuda kitüntetéseket Aranyosi György grafikusnak, festőművésznek, valamint Závodi Gábor zenésznek, zeneszerzőnek. Kölcsei Ferenc szavainak tolmácsolásával vette kezdetét az ünnepély, Simkó Katalin színművész a himnusz költőjének Iskola és Virág című esszéjét olvasta fel. Hoffmann Tamás polgármester köszöntötte a díjazottakat és a közönséget, beszédében részletesen kifejtette, mit adott a történelem során Újbudának a kultúra, hogyan emelkedett fel Szent Imre város az itt élő alkotóknak, művészeknek köszönhetően, és hogy miért helyez különösen nagy hangsúlyt ma is az önkormányzat a kulturális élet támogatására. Volt olyan hullámvölgy, amikor ez a kulturális pezsgés, ez nem volt támogatott, finoman szóval sem, néha meg sem volt tűrve, tehát ezt kellett visszahozni, és nyilván egy hadi kávéház, amíg cipőboltként működik, addig a kultúrát kevésbé tudja szolgálni, mint egy irodalmi szalonnak helyt adó kávéhez vissza tudja hozni azt az aranykort igazából, amelyre mindenki szívesen emlékezik. Nekünk pedig az a fontos, hogy, és az a fontos feladatunk is van, hogy ezt minél inkább elterjesztjük. Tehát most már el lehet mondani Újbudáról, hogy valóban egy kifejezetten pezsgő, kulturális élettel rendelkező város, budapesti szinten számon tartott programokkal, eseményekkel. Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője, hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos, beszédében a kultúra emberi fejlődésére és gondolkodás módjára gyakorolt hatását emelte ki. Újbuda egy olyan kerület, ahol odafigyelünk, egymásra odafigyelnek a 60 pluszosokra, odafigyelnek a gyerekekre, a nagycsádosokra, a fiatalokra, a pályakezdőkre, a kis és közepes vállalkozókra, és odafigyelünk a kultúrában felkészült és a kultúrát ápoló és gazdagító polgártársainkra is. Ez a helyes, ezt kell tennünk. Én úgy érzem, hogy amikor elismeréseket adunk át polgármester úr együtt, akkor azt az ügyet szolgáljuk, hogy közösséget építünk, és a kultúra pedig hozzátartozik az életünk szerves részéhez, minden napunkat és a gondolkodásmódunkat meghatározó szerepe van a kultúrának. Ugye Gróf Széchenyi Istvánt idéztem itt, aki azt mondta, hogy csak addig egy nemzet, amíg van hagyománya. A hagyományunk világa az egyben a kultúránkat is leképezi, tehát nekünk kötelességünk és felelősségünk is van, mint ahogy az újbuda művészeknek is, hogy a közösséget ilyen módon igyekezzünk erősíteni mindannyian. Az eseményen részt vett az önkormányzat jegyzője és aljegyzője, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke és alelnöke, valamint több önkormányzati képviselő is tiszteletét tette a jeles alkalmon, hogy személyesen gratulálhasson a Prokultúra Újbuda kitüntetésben részesült művészeknek. Engem nagyon meglepett, és nyilván nagyon kellemesen lepett meg. Az életem legnagyobb része ugye Újbudához költ, én itt a Kosztolányi Dezső tér mellett születtem. A Bukarest utcában nőttem föl, oda jártam óvodába, a Baranyai útba jártam általános iskolába, a József Attilába jártam gimnáziumba, tehát nagyon-nagyon kötődöm a mai napig ehhez az egész városrészhez. Ezért jól esett, hogy gondoltak rám, és azért is jól esett, mert egy ilyen díjat azt gondolom, hogyha valaki kap, akkor azt gondolom, hogy a díjátadók úgy ítélik meg, hogy méltó az a pálya, amit eddig bejártam arra, hogy egy ilyen díjban rám gondoljanak. És én ennek nagyon örülök, hogyha ezt így gondolták, mert igyekeztem ennek előre is megfelelni, és igyekezni fogok ezután is. Sokáig nem fogom elfelejteni, és tényleg egy nagy tisztelet számomra, mert ahogy a polgármester úr mondta, hogy kik állnak már a sorba, hogy Karinti, meg Kosztolányi, meg Cseh Tamás, és végül is én is ebbe a sorba kerültem. Igaz, hogy a végére, de még sokan fognak jönni, gondolom utánam. Az ünnepség végén Cseh Tamás születésének 76. évfordulójára emlékezve Rutka Róbert, Szabó Árpád és Nagy Dániel Viktor Cseh Tamás dalokat adott elő különleges hangszerelésben. Szent Vince napján a hagyományoknak megfelelően az új esztendő 22. napján a néphagyomány szerinti első szőlőbor időjós napon a Szent Vince szobornál gyűltek össze a budafoki Promontórium borlovagrend tagjai, hogy közösen emlékezzenek a vértanúra, a bortermelők védőszentjére. Nekünk valamilyen formában
a hagyományőrzést és a közjót kell szolgálni. A mi egyesületünk, ez a Budafoki Promontorium Borlen, ez tulajdonképpen a közhasznúsága miatt is támogatott egyesület, és rendszeresen tartunk borklubokat, például ezen a héten is van Budafokon, ezek nyitottak, és mi a kultúrát mértékletes borfogyasztásra próbáljuk felhívni a figyelmet. Borszentek száma elég nagy, ugye kezdődik Szent Vincével, és annak idején az önkormányzat segítségével épült ez a szobor, ez az emlékmű. Ilyenkor mindig szoktunk egy kis borral, pogácsával, új borral természetesen megvendégelni az ideérkezőket, és kérünk egy papi áldást is a szőlőre, és nézzük, hogy vajon kisüt-e a nap, mert hogyha csorog a vince, tele a pince. Idén már 6. alkalommal találkoztak a borlovagok a Gellért hegy lábánál, ahol termést ígérő szőlővesszővel, venyigekoszorúval, áldással, új borral, pogácsával tartották meg a megemlékezésüket. A termőre fordult szőlőkről vesszőt vágtak hajtás, termésbecslés céljából, és ezeket hozták el az ünnepség helyszínére, hogy azokat az áldást követően egymás között szétozhassák. A Szentgellért plébánia káplánja, Bakos Zsolt atya hívta imára a lovagrend tagjait, majd végül Isten áldását kérte az idei szőlőtermésre, és megszentelte a szőlővesszőket. Az eseményre ellátogatott Szabó András önkormányzati képviselő, és Györgyevics Miklós Újbuda egyházügyi tanácsnoka is. Nagyon örülök neki, hogy a Promontor Borlovagrend most már évről évre itt tart egy ilyen Szent Vince napi megemlékezést. Az újbor elkészültéhez kapcsolódóan egy jobb termésért, egy idei jó termésért is fohászkodva. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy fontos és kedves hagyomány itt a kerületben. A Promontorium Borlovagrend megjelent képviselői között több megbecsült újbudai tag is jelen volt. Közülük Meskó Bánk előadó művész idézte fel a borászok védőszentjének is tartott Szent Vince életét és vértanúságát. A Magyar Kultúra Napja alkalmából látogatott el Farkas Krisztina önkormányzati képviselő az Albert Falvi Közösségi Házba, ahol a Női Sarok című rendezvénysorozat vendége volt. A képviselővel a résztvevők a kerület és a városrész kulturális értékeinek megőrzéséről, a feladatokról és a lehetőségekről beszélgettek január 22-én. Mivel hogy történelemszakos tanár is vagyok, érdekel a helytörténet, a helyi értékeknek a képviselete, a Települési Értéktár Bizottságba, mind szellemi, mind pedig az épített környezet értékeit beterjesztettem, és a bizottság helyi értékké minősítette azokat. Továbbá nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalabb korosztály is megismerje Albert Falva történetét, tehát annak a településrésznek a történetét, ahol él. A képviselő idén is részt vesz az Albert Falvi helytörténeti verseny lebonyolításában. Ezen kívül 4. alkalommal hirdeti majd meg az Etele helytörténeti és helyismereti versenyt a kerületi iskolások számára. A Kulturális és Köznevelési Bizottság alelnöke 2012-ben és 2013-ban régi Albert Falvi családokat és a városrész 20. századi mentalitás történetét bemutató kiállítást is rendezett már, illetve néhány évvel ezelőtt a mára már 90 éves tisztviselőtelep történetét is megírta. A Szent Imre plébánia templomban január 26-án emlékeztek meg idén a ciszteratyák rendük megalapításának évfordulójáról. A jeles eseményen Újbuda önkormányzatát Hoffmann Tamás polgármester és Molnár László alpolgármester képviselte. Lelki alapokra épül maga a közösség, ezért nagyon fontos feladatot is tölt be és küldetése van. Nagyon sok mindent csinál, és nem csak a lelki életnek az egyik alappillére a kerületben, hanem nagyon sok más olyan tevékenység is, hát oktatásról ugye esetlegesen kell említést tenni, de karitatív módon is nagyon sok segítséget nyújt a kerületben élők számára. Tehát az, hogy a mi kapcsolatunk egy jó gyümölcsöző kapcsolat, ez az egész kerület számára üdvös és a kerület javára válik.
A Szent Imre városi templom legjelentősebb ünnepének nevezte Szkalicki Csaba őrsplébános atya ezt az ünnepet, amelyre magasrangú vendégek is érkeztek az Irci apátságból. Az ünnepi szentmisét Bérci László Bernát apát celebrálta. A születésnap az mindig egy nagy ünnep a család életében is, vagy egy egyéni ember életében is, hát a rend életében is. Ugye a ciszterci rend létrejöttét nem tudjuk egy konkrét naphoz kötni, de az alapító atyákat, Szitó első három apátját tudjuk ünnepelni, és így visszaemlékezünk a mi kezdeteinkre, a születésünkre, ami 1098-ban, tehát elég távol történt a mai Franciaország területén. És hogy hogyan kapcsolódik ez a középkori szerzetes rend a Szent Imre városhoz, vagy a 11. kerülethez, az pedig a 20. század elején történt, amikor kezdett kialakulni ez a városrész, és a fővárosnak ez egy koncepciója volt, hogy erre terjeszkedik a város, és mint új városrészhez szükség volt neki olyan tanító rendekre, akik majd az ide jövő családok gyermekeit tanítják, és hát olyan papokra, akik pedig a katolikus híveket a lelkipásztori szolgálatukkal segítik. És a ciszterci rendnek pedig volt egy ilyen törekvése, hogy már 4 nagyvárosban, vidéken tartott fenn iskolákat, hogy a fővárosban is jelen legyen. És ez a két érdek találkozott, úgyhogy így a 20. század elején jelentek meg itt a ciszterciek. A szentmisét követően a rendházban tartottak ünnepséget a ciszterek, ahol a plébániához szorosabban kötődő hívek zenés műsorral emelték az est fényét. Az összetartó közösség ünnepére egy különleges meglepetéssel is készültek a szervezők. Az Irci apátság söreit Lőrinc atya maga csapolta a vendégeknek.